Akkor nyilván beszélhetünk egy kicsit az esélyekről is. Hát nyilván, hogyha a rutinból indulunk ki, az egészen egyértelműen Madár Szrázma felé billenti a mérleg nyelvét. Ez a 22. European Tour versenye Razmának, az nagyon-nagyon durva. Igen. Lett játékosként a European Tour történetének összes versenyek közül a 20%-án ott volt, az 1/5-én. Az azért nem semmi. Bizony, ő nagyon szereti, úgy látszik ezt a helyet. És ugye ez azt jelenti, ugye, hogy nem, még a Nordic-Baltic selejtezőkből is javarészt ő jutott be, ugye, amikor még nem volt neki turkárgya. Most jelenleg viszont van, és az idevezető útja ugye az ottani selejtezőn dőlt el, két ellenfelet kellett legyőznie, Kevin Dodds-ot és Luke Woodhouse-t, előbbit 6-2, utóbbit 6-4 arányban sikerült neki. John Oshinak is, ugye, neki is van turkárgya, tehát őnek is ugyanott kellett játszania. Ő neki Robic Knobsot és Pascal Ruffrechtet kellett felülmúlnia, mindkettő sikerült, előbbit 6-2, utóbbit 6-4 arányú mérkőzésen, és így vannak itt ők ketten, és játszanak egymás ellen. Oshinak gyakorlatilag ez a véletlen, ami összejött a European Tour kvalifikációval, mert hogy Laci is említette, van turkárgya, és hát azért egy rutinosabb játékosról van szó, de ez mindösszesen a második European Tour szereplése karrierje során, úgyhogy eddig azért neki nem sok babér termett ezeken a selejtezős versenyeken, pedig ugye már tavaly is turkárdal rendelkezett, meg idén is, tehát összesen, hogyha nyilván azt nem tudom, hogy mindegyiken elindult-e, de ha igen, akkor 23 selejtezős tornát le kellett játszani a European Tourra, és ez a második alkalom, hogy sikerrel járt. Az eddigi egyetlen European Tour fordulója az egy tavalyi volt, egészen konkrétan a tavalyi harmadik állomáson volt ott, tehát Münchenben a German Darts Grand Prix-n, és hát nem meglepő módon azt a meccset elveszítette. 6-2-re kapott ki Chris Dobitól, úgyhogy győzelme még nincsen, most azért harcol, hogy legyen. Egyébként Razmának sincs idén, tehát attól függetlenül, hogy itt egy rutinos játékosról beszélünk. Idén ez a harmadik European Tour fordulója Madár Szrázmának, és kikapott Van de Bohardétól, illetve Nick Kennytől múlt héten, úgyhogy neki is kellene már egy győzelem. Nos, én nem hagyom nyitva ezt a kérdést. Tavaly az összes selejtezőn elindult, ami European Tourra vonatkozik, John Oshie. Úgyhogy akkor minden, a 13-ból egy. Igen. Minden úgy van, ahogy te mondtad. 100. Viszont ott legalább nyert egyet, amikor elindult. És most is alacsonyabb kiszállón van, ugye? 15 nyíl eldobása után. Razmának kell a tripla vagy a dupla-dupla, nem jön a dupla-dupla, úgyhogy a 48-ra rádobhat John Oshie. Dupla 20. Az már megvan. 1-0-ra vezet a Joker. Hát azért mióta megvan a turkárgya az ír játékosnak, azért a Player Championship versenyeken sem sok babér terem neki általában, de azért tavaly volt egy olyan, ahol eljutott egészen a döntőig. Ott Michael Smith-től kapott ki végül, az a 2022-es 14. állomás volt, de nem is ez a lényeg. Nem általában egy-két meccseket szokott nyerni, tehát lejátszott tavaly évelei óta, hát 30 volt, vagy 40-et összesen, 40 PS Championship fordulót, és az esetek döntő többségében, tehát mondjuk 40-ből 37-szer maximum 2 meccset nyert meg, de tavaly egyszer kijött neki a lépés, és eljutott a döntőig, úgyhogy egyelőre abban a versenysorozatban sem nagyon tényező. Nem, bizony, és ugye az volt a összesen egyetlen olyan van, ahol a 8-at döntő, ami jó eredmény neki. One hundred and
36. Nagyjából fej-fej mellett haladnak ebben a legben. Aztán lassítő, most jönnek a triplák. 140. 107-re érkezik meg 12 nyíl után. Nem lesz meg a 130-as kiszálló, úgyhogy Osi 2-0-ra elhúzhat ezt az 52-t, megolja. Dupla 20, az második nyílból megvolt, most elsőre is megvan, 2-0, hiába a rutintalanság, ezt a mérkőzés jobban kezdi. Na, most talán Razma is meg tudja nyomni végre ezt a leget, 177. Közben egy kicsit cáfolnám ezt a rutintalanságot, mert ugye John Oshie leginkább a VDF-BDO mezőnyében játszott. Ja, nyilván a rutintalanság, ez csak a European Tour fordulókra vonatkozott. Igen. Na hát a semmiből összepakolt most egy olyan kört Razma, hogy egymás után, olyan leget, hogy egymás után két kiváló körrel már csak 44, dupla 16, 11 nyilas játék. Na ez már azért rendben van. Hát mai napon ez már a második 11 nyilas játékunk volt. Kevesen vannak ezzel, az is együtt jár, hogy bármilyen apróbb zaj, sokkal hangosabb a háttérben. Igen. Leesik egy sörös pohár, és az is meghallatszik. Száznegyvennel folytatja az előző triplamentes körét Madarász Razma. Itt viszont készül egy 180, de 140 lett belőle. Százharmincnyolccal folytatja Razma. Nagyon beindult hátsó pályán, 9 után már kiszállón van. John Oshie is 12 nyíl után kicsit jobbat. Nem lesz 167-es kiszálló. Negyvenre viszont kerek, itt végigdobta a sémát, jött a bull a végén. Nagyon szép volt ez így, viszont itt jön a tripla 20, és a dupla 16. Éppen csak kívül. Medals require 40. Sok múlik ezen a legen, visszabrékelhet. Meg is van. 11 nyilas után egy 13 nyilas Razmától. Isznak is egy kortyot az egészségére. Ez azt jelenti, hogy ebben az előző két legben dobott egy 125-ös átlagot. Nyolcvanegy.
És a lendület nem hagy alább. Nagyon szépen beindult Razma, úgy látszik kellett neki két pofon az elején, hogy magához térjen. És az, hogy Razma magához tért, az meg egy kicsit úgy néz ki, mint a Hoshit meg is fogta volna. Azért eddig mentek az ökörrázások már akár a százasnál is. És ez most megint egy kiváló kör. 174-jel már 54-en van Razma. Ez is lehet egy négy körös. Azért 140-nel megérkezik 220-ra Hoshi is, de hát így is van 6 nyira Razmának. Dupla 20-ra 2, 55 nyíl. Megvan elsőre! Hát amit itt az elmúlt három legben csinált Razma, hát ezzel a teljesítményen még Gervin Price ellen is felvenné a versenyt. Hát itt hirtelen 100 fölé ugrott. 180! Razma átlaga. Visszadobja. Nagyon úgy fest. Ki kell állnia belőle, de eddig egyébként ez bejött. 177! Nagy kár, hogy ugye a European Touron nincs 9-es, mert hogy még mindig él ez a lehetőség, egészen eddig élt Hoshinél. Razmának még mindig megvan a szansza. Neki sincsen. 56. Hát, mondom őszintén, azért az első legután gondoltam volna, hogy itt a hatodik legben itt tartunk, hogy brutális játékot mutat be Razma, és egyébként Hoshit sem kell félteni. Az előző legje volt, ami egy kicsit rosszabbul sikerült neki, de egyébként neki is itt a négy körösök simán elérhető közelségben voltak. Még egy tripla kell. 98, így 170. Megvan a tripla 20. Megvan a tripla 19, dupla 12. Nagyon leesett, rettenetesen leesett az nyíl. Az jó még. Még mindig jó, bull a végén. Dupla hatra még mindig. Megvan. 3-3. Azért tényleg nem menjünk el szó nélkül amellett, hogy Madarász Razma elmúlt 4 legje, 11 nyílból megvan, 13 nyílból megvan, 11 nyílból megvan, és most a 12-re hibázta el a bult. Brutális, amit csinál most. Úgyhogy nagyon-nagyon ott kellett lennie Hoshinek észnél, és ő is megoldotta végül 14 nyílból, úgyhogy ez most egy nagyon-nagyon jó színvonalú játék. Igen, 107-48-al indult neki ennek a legnek Madarász Razma. Ez pedig 180! Egyébként 90 pluszos átlagom volt egészen eddig a 40-ig Hoshi is. Hat nyíl 116-ra Madarász Razma kezében. Nem jött a 25 utána, igen, 60 pont maradt. Akart maradni. Mi is a dupla 20? Dupla 10? Megvan. Megvan! Ez most egy ötkörös Razmától. A kiszállózása még mindig parád, és egyébként Razmának.
mindössze 2 nyilat rontott eddig a duplára. Százharmincegyel kezd Razma. De az előző legben valami megbicsaklotosi játékában, valaki meg szemmel iszta már a sört. Már csak a szeme kívánja. Elég korán elérkezett idáig. Még csak a harmadik mérkőzés. 60. Na jó, negyedik, akkor is. 140. Ugyan éppen nincsen kiszálló Razma, de azért így is óriási erényben van. És mivel Oshii nem fog kiszállóra megérkezni, ezért hiába nincs kiszállón, de azért mindig jól hangzik, hogy 6 nyíl alatt kellene megoldani 172-t. Ráadásul itt most jön a tripla. 100 pont. Csak 72-t kell megoldani. Százharminchéttel 64-ig jön le Oshii. Még egy 16-os. Nem, inkább fölmegy 20-asra, és dupla 18 akkor. Igen. Meg is van, igaza lett. Megint jön egy 15 nyilas Madász Razmától, és most már csak egy legre került attól, hogy megnyerje a mérkőzést. Ugye ne felejtsük el, hogy Oshii vezetett 2-0-ra. És itt van, hogy Razma hogy nyerte meg ezeket a legeket. Gyönyörű játék. Jelen állás szerint... 56. Igen, mondom, de ha minden igaz, akkor... Még mindig 105. 100 pluszos az átlag, igen. Csak kicsit lassabban frissült. 105-49 volt a legelején. Igen, 104-18 most. Igen, úgy, hogy eldobta ugye ezt a 3 nyilat. Hát azért péntek délután nem vagyunk hozzászokva ez a 104-105-ös átlaghoz. Ratajszki és Razma jól felkészülve érkezett meg erre a hétvégére. Azért most egymás után jön 2 triplamentes kör. 7-esre 19 helyett 86. Nem tudja kihasználni Oshii most Razma gyengélkedését ebben a legben. Hát ha valamikor meg lehetett volna fogni, akkor ez itt. Kiesett egy kicsit a ritmusból most. Na de aztán most megtalálja a tripla 20-at. 100 pont. Szóval 99-el 190-ig jön le Razma. Még egy tripla kell Oshinak. Nem, 100 pont. Kettő is benne. 70 pontnál, tripla 18. Tripla egy lett belőle, de nem rossz az. 67. Nem jönnek a triplák Oshinál. 100 pont azért jött. Legalább egy meccsnyila lesz Razmának ebben a körben. Így 2. Dupla 8-on. És megvan. Elsőre megvan. 6-3. És az első 100-as átlag is megvan. 103,2. 0-2 után hozta össze ezt a parádés játékot Madász Razma, úgyhogy látni fogjuk, holnap megvan az idei első győzelme, viszont Oshii
két nekifutásból továbbra sem rendelkezik megnyert meccsel a European Touron. Már túl is vagyunk a délutáni programunk felén, úgyhogy hamarosan egy újabb mérkőzéssel folytatjuk. Jön a másik ír játékosunk a délután folyamán, hiszen Kim Berry is színpadra lép, Marco Cantelli lesz az ellenfele. Tartsanak velük továbbra is!